Most hoztam egy milliós üzletet, és akkor az idén kevesebbet kapok. Nem gond, ha elmész. Mindenkinek ezt mondod, ezért véste Brian Peters a parkolódra, hogy hülye liba. Szemét disznó. Ez egy éve történt, másnap saját céget alapítottam. Két alkalmazottal, az egyik már pelenkás, a másik még. Sose voltam még üzleti úton, tökre izgulok. Ha lehetne, mondd a teljes neved, mert eltereli a figyelmet. Hello, Mike Palcsi vagyok. Elnézést, hogy mondta? Palcsi. Mint palacsinta? Olasz név. Már is megéheztem. Ja. Hál' Isten, összejött egy nagy üzlet, amit Németországban kell aláírnunk. Hello, Dan. Hullbakker. Olyan nincs, hogy lenyúlják. Ti is elmentetek, netán? Már megjött. Én Jim sem ment el, de kösz a kérdést. Bekaphatnánk valamit. Ó, az enyémet bekaphatja Jim, de kösz a kérdést. Tényleg. Ez undi. 2015-ben. Azt mondod, csődbe mentünk. Ez az üzlet még kihúzhat. Ha egy kisfiú megy a nagyfiúk ellen... Nincs esélyed velem és a céggel szemben. Azért erre még ne így áll. Az első szabály, hogy szórakoztasd az ügyfelet. Ütős cusz, de most már add tovább. Egy mi van, mi történt? A második szabály. Szép napot, meetingem lesz itt. Hogy nincsen szabály. Jól vagy, Dan? Nem sírok, csak a könygáz miatt van. Néha csak úgy nyerhetsz, ha elveszíted az önkontrollt. Ha összejön az üzlet, akarok egy nagyot kefélni. Talicskapózban. Milyen ez a talicska? Mintha tornaórán talicskáznátok. Neked jó így? Nem. Ne csináljuk kicsit hagyományosabban. Így fáj picit a farkam. Talán nem ez a tuti csapat. Üzlet bármi áron. Ez állat, az első osztályra kerültem. Átadnám a helyem, de először vagyok első osztályon. Semmi gond. Köszönöm, uram. Megtiszteltet is lesz ön előtt ülni. Menjen csak. Üljön le nyugodtan. 2015-ben a mozikban.